Nézzük meg, hogy milyen mémeket dobtatok be így a csodálatos iskola kezdéssel kapcsolatosan nekem Discordon. Milyen szartan év ez? Kapitány szeptember másodika van. És középen látható Pistike, aki szerint a közoktatás nagyon egyszerű és nagyon könnyű és nagyon jól működik. Pistike 14 éves. És hát itt az élő példa, hogy ez nem egy ilyen sajátos gondolatmenet, ez nem nekünk pattant ki a fejünkből. Keletebbre lévő testvéreinknél is működik. Hallgassatok, hogy milyen nyelven beszélnek? Azért az, hogy megérkezik a néni a repterek csodafegyverével, szóval az, hogy egy iskolába belépésnél, ez így néz ki, ez annyira gyönyörű, ez olyan időket idéz, ez olyan szürreális látvány, az ami elképesztő. Fogalmazunk úgy, hogy várható volt, hogyha tizenéveseket, tinédzsereket, fiatalokat valamilyen hülyeségre kényszerítesz rá, akkor utána lesznek azért azok az arcok, akik eddig renitenskedtek, ezután is renitenskedni fognak, meg fogják trollkodni, más telefont visznek be. Van ilyen kis KDS beütése. Mondjuk, hogy lehet inkább vinni a telefonokat, mint hoznánám. Off, kezdődik az iskola. Gondosan kigondolt minisztériumi tanterv alapján fogunk haladni. Ügyes voltál, hogy beköpted Lilit, hogy titokban a Fidesz ellenes tüntetésekre jár? Tanárnő, ráadásul templomba se jár minden vasárnap. Én és a srácok, ahogy kipróbáljuk rakni a menzás paradicsom leves betűiből, hogy Fidesz. Ez akkora fos volt, ez akkora címeres fos volt, bárki beküldte, szégyeld össze magad. Madás gimnázium, Boros Bánk Levente. A többi iskola, belügyminisztérium. Jézusom, mekkora egy ilyen összetett mém ez. Mondjuk azt, hogy 10/10-es. 10/10-es fos. A tanárnő reggel elveszi a telefonokat a gyerekektől. A negyedikes Ármándó, zárójelben 16, aki nagyszünetben tervezte úgy... aki a nagyszünetben tervezte úgy... Na, ez... ilyet nem mondunk. Digitalizáljuk az oktatást, és hozzunk létre digitális naplót. Bíztassuk a tanárokat és a diákokat a modern digitális rendszer használatára. Vegyük el a telefonokat. Vegyük el a telefonokat. Én egyébként tök sok szempontból egyetértek ezzel a... higgyetek el, hogy sokkal jobb egy iskolába, amikor olyan emberek között vagytok együtt osztálytársaitokkal, vagy évfolyamtársaitokkal, akik úgy jó arcok, akkor szerintem sokkal fontosabb akkor jó arcokkal, jó barátságokat szerezni, mint egyébként a TikTokot bújva a következő ilyen, mint ami a videó elején is látható volt, kreténségekkel szembe jönni. Szóval, hogy ha már van rá lehetőségetek, akkor ne ott... szálltok el az időtöket arra, hogy a TikTokon lógtok egész nap, mert ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor az esetek 90%-ában az ilyen örök barátság, meg életre szóló barátság, az a középiskolába, meg az általános iskolába alakul ki, nem pedig utána az első munkahelyeden. Én ilyen szinten egyetértek vele, olyan szinten nem, hogy még mindig nem került be az oktatási rendszerbe az, hogy mondjuk álhírek, AI és egyebek felkészítsük az embereket, de hogyha addig nem jutottunk el, érted, ennyi idő alatt, hogy az áfát bevegyük valahogy az alaptantervbe, vagy mondjuk a kreszt, akkor az, hogy AI, internetes tudatosság, hoho, hol vagyunk attól, még jó napot kívánok. Itt mi történik? Hope, ki beküldted ezt? Jól vagy? Túsz vagy? Vagy ez egy ilyen utolsó kép, hívtál minket, és menjünk a segítségedre? Vagy nálatok így kezdődött az iskola? Mert fontos tisztázni. Valahogy füstje lesz, hogy ha baj van. Jó, megyünk. Pof, tanárok szeptember 2-án. Vagy a videó szerkesztője szerint szeptember 2-én. Vagy 2-én. 30 seconds! Hát ez olyan volt, mint a készítő helyes írása. Mi nem fogjuk elvenni a diákoktól a telefont, mondja ezt a Madás gimnázium igazgatója, kormány. Kormánya szimpatizáló. Annyira értelmezhetetlen számomra, hogy egy intézményigazgatót így ilyen szinten gyakorlatilag így hús, de hogy így hol élünk, bazd meg. Hé, haver, te melyik neptunos téma vagy? Ó, hát elkezdődtek az egyetemek is. Ó, hát ó, a tárgyfelvétel, Neptun. Aj, de szeretem.
És nem az a vicc, hogyha felmentek a Neptunnak a weboldalára, vagy a Neptunnak a fejlesztőinek a weboldalára, akkor a főoldalon büszkén találkozhattok azzal az információval, hogy az SDA Informatika ZRT-nél több mint 2 évtizedes tapasztalattal továbbra is töretlen célunk, hogy a hallgatók, oktatók, valamint a felsőoktatási intézmények dolgozói minél szélesebb körben kihasználhassák a legkorszerűbb informatika megoldásokra épülő oktatás és adminisztráció előnyeit. Több mint 2 évtizede nem jöttünk rá arra, hogy amikor tárgyfelvétel van, akkor olyan szinten megnövekedik az igény arra, hogy a diákok, most figyelj, tárgyfelvételnél, figyelj, beszarsz, fel akarják, készülj fel, mert meg fog lepni, venni, tarts ki, mindjárt mondom, a tárgyaikat. 2 évtizede ezt nem sikerült megfejteni, hogy mitől lehet az, hogy valamikor, egy adott időszakban szarrá fagynak a szervereink, és nem bírja el a rendszer azt a megnövekedett látogatószámot. Mi történhet itt? DDoS támadás érhette a rendszereket? Lehet. Általában ez szokott ugye lenni az ilyen cégeknek. DDoS. Nem, meg fel akartuk volna venni a tárgyainkat mondjuk időbe. 2 évtized. Másnak 2 évtized elég ahhoz, hogy a folyamatosan késő és rettenetesen szarállapotban lévő vasúti hálózatunkat egy modern Európ... Ja, várj, nem. De legalább nagyon cuki témákat lehet beállítani, nem tudom. 2 évtized. Hajrá! Csak előre! Pszt! Pár pörgetést. Berzdíjba. Vagy lesznek ilyen offline TikTokok, nem? Hogy így, mint tudjátok, vannak ezek a képregények, hogy véke pörgetni, trrr, és ilyen TikTok videókat kéne amúgy, mekkora biznisz ötlet, gyerekek, hát ezt csináljuk meg. Kis képregény füzetbe kell TikTok videókat gyakorlatilag képkockáról képkockára kinyomtatni, és így végigpörgetni. És az lesz a szünetben az offline TikTok, és akkor ki lehet osztogatni, hogy most milyen videó, most fai videókat akarsz, most MC-isti livestreameket akarsz, értitek? És akkor így szépen végig lehet nézni, és akkor így végignézed a hangot, meg majd oda képzeled. Szerintem ez legalább milliárdos, ha nem csilliárdos ötlet. Mi van, ha te amennybe szeretné jutni, de Isten azt mondja, hogy a tárgyfelvételt nem lehetséges az intézmény által támasztott regisztrációs feltételek. Hát akkor így jártál. Majd kivárod a következő fél évet, vagy keresztfél évben megpróbálod felvenni az adott tantárgyat, vagy buksz egy évet. Hát most a bum! Ahogy próbálom magyarázni az első tanítási napon az orvosnak, hogy forsol még napja, ezért nem tudok épségben eljutni az iskoláig, minimum egy hétig. Hát ez nagyon kedves, nagyon aranyos. Én is alverok a szünetben telefonok nélkül. Ez csak pár napig lesz így. Aztán rájöttek, hogy egyébként itt tök jó így emberekkel így diskurálni, szóval, hogy nem csak azon a kurva telefonon lógni egész nap, hanem néha úgy emberekhez hozzászólni. Próbáljátok ki, nagyon fun. A lányokhoz való hozzászólás az majd egy év múlva, jó? Szóval most először tanuljatok meg, vagy így a saját nemetek felé, aztán utána majd a második évnek a leckéje lesz az, hogy milyen, amikor az ellenkező nemmel kell majd kommunikálni. Ahogy dicsekedsz azon, hogy van nálad egy póttelefon, igazgató. Ő ma már 3-szor volt a WC-n, gyere vissza holnap, tesó. Köcsök felső BMS, BMS. Ja, tényleg ez meg az a kretén izé volt, gólyatábor volt. BMW Vigólyatábor 2024 nyers. Utólag színezett, így van. Úristen, de idegesít, amikor ilyen képeken valami kerek szám van. Minden szám 6001, 312, 45000, 9,01, de nem? Az 50% az megmaradt 50%-nak. Mizus, csak nem iskolában még. Szegény. Na nézzük, Neptun szerverek 18 órakor. Két évtized. Eltöltöttem 5 napot a BMW gólyatáborban. Nézőpont, zárójelbe pof. BMW vikes gólya vagy, és egy 15 éve ugyanazt a BSC-t csináló felsőbéves finoman tudtodra adja, hogy lejárt a 2 perces engedélyezet és jóval, hogy a zuhanyzási és szarás időd. Menj a közös terembe, mielőtt szétrugom a segged! Az a baj, hogy ennek a mémnek a hatására megint végig kell néznem az összes rossz PC játékok videót. Kösz szépen! Szia uram, Tamagocsi Gameboy Net nélkül értekem. Mi az? Figyelj! Hopp! Uraim! Hölgyeim! Tamagocsi? Jó pénzért eladó. Sulis szitu. Vissza kell hozni az MP3 és az MP4-ek korát.
amatőr. Ennek a korlát kell visszahozni, és a papír alapú TikTok videóknak. Ne kérdezzétek, hogy miért van nálam egy bontatlan Tamagocsi. Hát zenét akarsz hallgatni, hülye? Hát beviszed. Vagy az ilyen igazi, ilyen régi filmekben lévő, ezek a várról indítható rakéta méretű magnókat kéne visszavinni. Mekkora ötlet. Akkor nem vihetik be a telefonjukat az iskolába. Ah, megnézzük, biztos jó lesz. Nincs többé mobilozás. Ó, oh, és gyerekek, most dolgozatot írunk. Ja, és nem tudtok telefonról puskázni. Tulajdonképpen nem tiltott, de az iskolának joga van arra, hogy korlátozza a mobil használatot. Hogy mi van? Na figyelj, elmagyarázom. Van egy jogszabály, ami úgy szól, hogy ha valami veszélyes egy diákra, akkor azt most idén szeptembertől nem hozható be az iskolába. Tehát, hogyha a mobiltelefonodat tanulásra használod, gondolom ez jó sokszor fog előfordulni, akkor viheted magaddal, de ha a telefonod a tanulást akadályozza, akkor szigorúan tilos. Téged zavar, hogy nem viheted be a telefonodat az iskolába? Írd meg kommentben, hogy neked mi a véleményed arról, hogy szeptembertől a diákok nem... Azért remélem, hogy nem vagytok sokan, akik így megnéznek egy ilyen TikTok videót, és utána bemennek az iskolába okoskodni a tanárnak, meg az igazgatónak, meg egyéb ilyenben dolgozó embernek, hogy tanárnő, én azt tanultam a TikTokon, hogy ezt behozhatom, szóval remélem nem sokan vagytok, akik így ezt így beviszik, és akkor ezzel így érveltek, hogy hát a tanárnén én tőle láttam! Nagyon jó videó volt, nagyon, hajrá, csak itt tovább. Top comment, Szabó Fanni 75, a telefonommal fogom leütni a tanárt. Oké, okay. Ennyi kész, nincs kahút többet, rip. Hülyeség, mert érő sétálok a sörből is haza is, mi van, ha valaki elrabol és nincs rám telefon? Beviheted, csak le kell adni. Nem. A buszosok mi a faszt csináljanak? Menjenek busszal. Inkább szülőket fogja zavarni, akik nem érik el a gyereküket. Az iskolán belül, ha bajod van, akkor a szülő eléri a tanárt. Telefonok előtt is egyébként így voltak gyerekek, akik túlélték ezt az úgynevezett oktatási rendszert. Ha-hó. Szóval, hogy én nekem, hogyha bajom volt általános iskolába, telefon nélkül, szóltam a tanárnének, hogy tanárnéni, tessék már nekem felhívni a édesanyukámat, mert nekem probléma van. Éppen fosok, mint a murányi kutya, hogy tessék tudni tenni nekem, hogy tessék haza telefonálni nekem. És akkor hazatelefonáltak. Ha meg anyám el akart érni, akkor felhívta a iskolát, hogy ha-hó. Miért kell egyébként a iskolaidőben, ha csak nem vészhelyzet van, úgy elérni a gyereket? Úgy... Én nem értem. Válaszoljátok, írjátok meg nekem, oktassatok ki, ha nincs igazam. Menjérik, ha megkapos sütyibe a régi MP4-es lejátszókat valahol egy magyarsúri mosdójában. Jó, ez cuki. A mobiltelefonod nem adtad le tanítás kezdetén, ezért akadályozza a 21. századi modern oktatást. Vedd át az iskolától biztosított palatáblát, vagy lúdtollat, és írd le 100-szor. Hatalmas segítség lesz a magyar családoknak. Nagyon vertem egy embert. Te miért vagy bent? Harmadik tanórán lebuktam egy telefonnal. Figyelj, változnak az idők. Iskolai WC 1984, iskolai WC 2024. Hát ez nem csak 1984, én 2016-ban végeztem, ezt, ott még bőven ránk szóltak. Ne ugyozzál már bele a mutállamba, k***sök! Szia uram, nem akarod már most így suli előtt leadni a... Vigyázok rá neked, esküszöm, egész nap nálam jó helyen lesz. Fél sattó, hogy összetörik, meg karcosodik az 500 ezer... Mi a fasz keres egy 16 éves gyereknél egy 500 ezer forintos iPhone? Ilyen kommenteket olvasom. Hát én biztos nem adom le, hát mert nincsenekem senki nem írja alá a felelősségvállalási nyilatkozatot, én meg nem vagyok milliómos, hogy 500 ezer forintos telefonja rohangáljak. Miért van nálad egyszer 500 ezer forintos telefon? Haverom! Szeptember 2-án a tanára, hogy éppen próbálja kideríteni, hogy hova legyek, mi hova lettek a méreg drága iPhone-ok, és miért van mindenkinek Nokia 3310. 30 seconds! Engem ez egy... Ennyire nem vitt el ez a GT5-ös mém. De ezt a füstli virslit, ezt meg kellőképpen, vagy pik virslit, ezt kellőképpen randomnak találom, szóval ezt így nem láttam jönni. Én szeptember 1-én, miután megpróbálták elvenni tőlem a telefonom. Rablás. Börtönbe mész. Elveszed a telefont. Rablás. Amikor a tanára, ahogy a tanára rézek, miközben a segémből kell kiúzni a telefont, zárójelbe, működik a terv. De beteg. Fasz.
Van a mickó, ezek ilyen nagyon elvont fostok szoktak lenni, amikor Van a mickó világosnál lerakták a fegyvert 1949-ben, vagy nem tudom mikor, nincs nálam a telefon. És akkor én egy utolsó cikket bedobtam, az Eduline osztott meg egy cikket, kinyomtatott digitális ebédje egy ébresztőkről zengő igazgatói, nekem ez tetszik a legjobban, így nevetik ki a diákok az iskolai telefontilalmat. Alig kezdődött el az idei tanév, már is lehet szemezgetni a jobbnál jobb mémek közül, ezt tettük ugye ma mi is ebben a videóban. Az okos eszközök iskolai korlátozásai miatt bosszus diákok sorra osztják meg, hogyan próbálják meg kicserezni a telefonjaik elvételét. Például egy 5 perces különbséggel ébresztőket állítanak be, hogy egész nap azoktól zengjen az igazgatói, és hogy milyen furcsa párbeszéreket szűköszük, és a nálai között az augusztusi rendeletben megjelent tiltólista. Ez az 5 perc különbséggel beállított ébresztők, ez amellett, hogy nagyon gonosz, amellett ez ilyen, nem tudom, hogy kik csináltátok, és nekem nem szabadna ilyet mondanom, de 10/10. Nem csinálunk ilyet, illetlenség. De beindult a diákok fantáziája, így a mémipar. A mémipar! Is. Ezeknek a termékeiből szemezgettünk nektek, valószínűleg a kormányzat sem gondolta át teljesen a rendszert. Mi a f***? Mit? Mi van ezzel az oldallal? Na, beindult, nagyon nevetek. Ilyen napra jut egy közoktatással kapcsolatos csodálatos hír. Ma például a gimnazistánk megkapta a digitális ebédjegyét, amit kinyomtatva kell majd magával tartania, hiszen a mobil használatát az iskolákban kormányzatilag korlátozva van. Kikék nyomtatni? Hát én nem tudtam kinyomtatni, mert nincs otthon nyomtatónk, mert ugye mindent megkapunk így online. Minek tartanák otthon nyomtatót, amiben annyiba kerül a patron, mint maga a nyomtató. Hát, ez már nem az én bajom, kis krapek. Ha-ha-ha-ha! Mondjuk vissza fog esni a GDP, a Bencét nem éri el napközben a dílere, de ez nem az én dolgom. Jézusom, Bence, ugye nem mobilozni mész a WC-re, tanárnő ugyan csak tekereket spanglit. Ja, és az egyik osztály 5 perc különbsége beállított az ébresztőt, ami reggel egész nap zengett az igazgatói. Na, holnap melyiket vegyék el? Ez valami nagy ember lesz, sok telefonnal. Ez mutatom a flexet. Big man! Mindenki. Hasaljon el. Body bátyja előtt. Ennyi fért volna bele ebbe a videóba, srácok, így szerintem durván hosszú lett. Viszont ha van esetleg még valami vicces mémetek, így az egész iskola kezdéssel kapcsolatosan, nyilván ez egy idő után be fog állni, nyilván most mindenki viccet csinál belőle, és szerintem egyébként csináljunk is az ilyen helyzetekben viccet, szóval én mindig azt mondtam, hogy ameddig valamint tudunk nevetni, és ameddig valamit tudunk mémesíteni, addig nyilván amellett, hogy fel vagyunk háborodva, és tegyünk meg mindent, hogyha lehet valamit tenni annak érdekében, hogy a valós igényeinket érvényesítsük, amellett ne felejtsünk el az egész helyzetnek a komikusságán és az abszurditásán sokszor nevetni sem, mert ha mindig csak azon rágódunk, hogy jaj, milyen szar ez, és jaj, milyen szar az, nagyon hamar bele lehet őrülni ebbe az egészbe, annyit meg nem ér, középiskola sem tart örökké, az általános iskola sem tart örökké, a telefon előtt is volt élet, a telefon után is lesz élet, de minden esetre, hogyha egy kicsit néha azért nevetünk az abszurditásán, meg tudunk rajta egy jót mosolyogni, akkor nekünk is egy picivel könnyebb lesz, akár azt a hülyeséget is elviselni, nálunk sokkal messze a földtől elrugaszkodott értékrendelés gondolkozási rendszerrel esetleg meghoznak törvényeket, vagy szabályokat, vagy szabályozásokat felettünk. Srácok, ennyi fért volna bele ebbe a kis pénteki nevetésekbe, most nem voltak TikTok videók, jövő héten viszont megnézzük azokat, amiket küldtetek nekem. A leírásban ott van annak a Discord szobának a linkje is, ahova lehet videókat küldeni. Dobáljatok be párat, és akkor megnézzük. Találkozunk legközelebb, vagy ma, vagy pedig holnap este, vagy holnap napközben, ugyanis az Astrobot nevű játék megjelent PS5-re, és hogyha minden igaz, akkor már nálam van, hogyha valamelyik előrendelésem is megjött, mert vagy 3 helyen leadtam, ebből egy már visszaérezte, hogy csak jövő héten lesz. Mindegy, ha lesz, akkor a leírásban találtok egy linket a Twitch-emhez is, oda is csatlakozzatok. Találkozunk egy következő videóba, és sziasztok, hello, bello, puszika, cse, hello, 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 hello.